4 hónapja 2015. szeptember 1-től új intézmény vezető Hlavács Ildikó irányítja, szervezi a tiszafüredi fogyatékosok református otthonának életét. A most következő beszélgetésben megismerhetik az otthon új vezetőjét. Igazgató asszony, mikor kapta a kinevezését az intézmény vezetésére, mikor érkezett ide Tiszafüredre? Szeptember 1-től vagyok a Tiszafüredi Szivárványház fogyatékosok református otthonának az intézmény vezetője. Eddig milyen területen hol dolgozott? Fogyatékosokkal dolgoztam eddig, amióta a diplomám megvan, mindig fogyatékos területen dolgoztam. Egy évig a Down alapítványnál, aztán onnan átmentem egy sokkal kisebb lakóotthonba. Az Budafokon volt, Budapesten, Budapest egyik kerületében. Ott egy 10 fős lakóotthonban voltam segítőként, de minden más egyéb munkát is végeztem. És emellett, mert hogy szociális területen, ugye azt mondják, hogy nagyon gyorsan ki tudunk égni, mi szakemberek, mert hogy nagyon egységú a munka, főleg a fogyatékosoknál. Tehát, hogy nincs sok fejlődés, nincsenek sikerélmények, nem lehet szakmában előrelépni, ezért kell valami más is, ami ad egy kis pluszt, vagy más területen van. És én úgy döntöttem, hogy kell valami más, ezért elkezdtem foglalkozni drogfüggőkkel, szenvedélybetegekkel is. És akkor a kettő párhuzamosan ment. Igen. Igen, és még emellett, ugye a diplomám az 2-es diakónus és szociális munkás vagyok, és a diakónusi diplomával hittanórákat, bibliaórákat tartottam, bibliaóra inkább, bibliaórákat tartottam a Református Szeretetszolgálati Irodának egy nappali intézményében, a Philadelphia házba, és onnan ismertem meg ezt a csapatot, onnan ismertem meg az egész irodának a működését, és így kerültem ide. De gondolom azért nem véletlenül került, vagy választotta a diakónia szakot. Református hitvallású ember, így vagy van. Családban nőtt föl? Református, igen. Belenevelkedtem a református hitbe, igen. Amikor megkapta a kinevezését, mit tudott egyáltalán az intézményről? Néhány adatot azt meg lehet találni, meg lehet keresni, de egyáltalán... Igen, igen, az azért segít. De körülbelül ennyi volt, amit tudott a házról. Nem, tehát a kinevezést azt úgy kaptam meg, hogy előtte eljöttem, meglátogattam az intézményt, megnéztem, hogy egyáltalán tudjam, hogy miről van szó, és ekkor kellett egy pályázatot megírnom, és utána kaptam meg a kinevezést. Annyi fogalmam volt róla, hogy egyszer itt körbe jártam, eltöltöttem kb. 2-3 órát, és így ennyi. Akkor még nagyon nagy falatnak tűnt ez nekem. És láttam, hogy nagyon sok idő kell, mire átlátom. Nem ijedt meg tőle? Azért ez épületeket és létszámot tekintve egy jelentős intézmény egy lakóotthonhoz képest. Ez így van. Azt láttam, hogy kaotikus. Az épületek, az udvar. Hogy is van? A házak. Mi ez itt? Igen, ez így első körre. Hogy láttam benne a kihívást. Igen, igen. Ez a jó kifejezésre. Hogyan kezdett el ismerkedni? Mi az, amit legelőször meg kell nézni, el kell olvasni, segítséget kell kérni hozzá? Nem tudom, pénzügyek? Melyik a legfontosabb része? Hú, nekem mindig az emberek. Igen. Mindig az emberek, mert hogy miattuk vagyunk itt. Ők vannak munkaerőként, ők velük kell foglalkozni, őket kell megismerni. Ha megismerem, hogy mi az, ami motiválja őket, akkor fogom tudni vezetni őket. Uh-huh. És hogyha ismerem az ellátottakat, tudom, hogy mire van szükségük, akkor tudom, hogy milyen irányba kell mennünk, hogy ők megkapják azt, amire szükségük van. Úgyhogy ez volt a szempont, hogy megismerni az embereket. A többi az majd jön hozzá. Értekezni, látni őket, megnézni, hogyan dolgoznak, milyen munka folyik itt, mi volt ezelőtt, hogyan jutottak el idáig, hogy most ez az ellátás van, és ebben a formában.
Én úgy gondolom, hogy egy folyamatos fejlődés volt természetesen. Tehát egy nagyon alacsony szintű, rosszabb épületből, aztán szép lassan maga a református egyház is, és gondolom egyéb források is eljutottak odáig, hogy a mai épületek vannak, ami azért tulajdonképpen jól néz ki. Sokféle, de rendezett, gondozott, sőt egy részük modern épület is. Így van. Felújítások volt a nyáron is, tehát hogy folyamatában kell ugye karbantartani az épületeket, hogyha olyan, akkor felújítani, modernizálni, igen, ez mind a lakók érdekében nyilván, de hogy a költségvetés is, hát nem mindegy, hogy hogyan használjuk a közműveket. Beszéljünk akkor erről a két csoportról, amiket az előbb említett. A munkatársi gárdáról, ha adna egy rövid összefoglalást, hányan vannak, milyen fajta munkatársakra van szükség ahhoz, hogy az intézmény működjön? 87-en dolgoznak most itt aktívan. Lelkes munkatársakra. Azon kívül munkakörüket tekintve? Mindig azt gondolt, nem mindig, mióta szakmában vagyok, azt gondolom, hogy ehhez, hogy itt fogyatékos területen dolgozni tudjon valaki, nem elég a szakma, kell hozzá egy lelkület. Az a lelkület, amivel ezt lehet csinálni. Ha az nincs meg, akkor akármilyen jó szakember nem fogja tudni csinálni. Viszont a lelkület sem elég, mert a szakmát meg hozzá kell tenni. Tehát a tudást hozzá kell tenni a lelkülethez, mert anélkül anélkül esünk olyan csapdákba, mint a túlgondozás. Én is olvastam, és elég régóta ismerem nagyon felületesen az intézmény működését, és például önöknél a munkatársak számára vannak ilyen úgynevezett lelki napok. Ez is annak a része, amit ön mond, hogy itt a lelkét is oda kell tenni, az lelki karbantartás. Így van, és ettől vagyunk reformátusok, hogy van egy kis plusz, ami összetart minket, és nem csak a magánéletben éljük meg a hitünket, hanem a munkánkban is jelen van a hitünk. És gondolom nagyon sokat kell, hogy segítsen a hit ebben a helyzetben, vagy ezekben a munkakörökben. Ez így van, és a világ felé képviselni az ellátottjainkat. Tehát oda kell egy hit, egy stabil lelki hozzáállás, hogy igen, én őt vállalom, igen, én őt felkészítem arra, hogy a társadalom része lehessen, hogy úgy menjen ki az utcára, hogy úgy viselkedjen. Tehát ez mind kell ahhoz, hogy jól csináljuk, amit csinálunk. A munkatársaknak esetleg egy ilyen édesanya vagy édesapa pótló szerepe is lehet, vagy van, vagy jó lenne, ha lenne? Ráruházzák, akár tetszik, akár nem. Igen, az ellátottjaink nagyon sokszor szólítanak így minket, hogy anya, anyuci, valamiért ragaszkodnak ehhez a kifejezéshez. Nyilván erre nem szoktatjuk őket, mert hogy nem vagyunk a szüleik. De hogy ugye a kapcsolat a mindennapos, az intim kapcsolatok, hogy én vagyok ott vele, amikor végigéli a napját. Amikor örömmel vagy bánattal van, igen, ugye? Tehát az egész életében. Amikor öltözik, amikor tisztálkodik, mindig ugye a gondozó van ott vele. Mennyire súlyos, vagy mennyire könnyebb állapotú gondozottak vannak önöknél? Mindenki értelmi fogyatékos, ez az alap kiindulás. Középfokban, vagy még Közép és súlyos. Igen. Igen. Ez a két szint fogyatékosság, ami van, és halmozottan sérült ellátottjaink is vannak. Vannak önöknél olyan gondozottak, akik gyakorlatilag folyamatosan ágyhoz vannak kötve? Természetesen, igen. Mi a város lakói? Inkább azokkal találkozunk, akik közösségbe mehetnek, vagy például egy rajzpályázaton találkoztam a fiúkkal, akik nagy lelkesen vették át az ajándékokat. Igen, tehát igen. Ők a kisebb vagy nagyobb rész, akik a kisebb része a gondozottaknak? Része. Igen. Lényegesen a kisebb része. Van egy nagyobb rész, aki
akik járnak-kelnek, élik életüket, élik világukat, próbáljuk őket igényeik szerint eljuttatni egy-egy programra, egy-egy kirándulásra, kimozdítani, ha csak egy sétára is, de hogy nagyon nehezen és nagyon korlátozott a lehetőségünk arra, hogy őket engedjük élni. És van egy kisebbik rész, aki szintén, hát a kisebbik, aki meg annyira ágyhoz van kötve, hogy gyakorlatilag ágyban tud közlekedni, ha kimozdítható. Tehát ágyastól kell kivinni, hogyha levegő, vagy séta, vagy bármi. Nyilván sokkal nehezebb őt bárhová elvinni. Van önöknél egy olyan épület, amit itt a munkatársaktól tudom, hogy foglalkoztatónak neveznek. Ennek mi a feladata? Meséljen róla. A foglalkoztató az, ahová az ellátottjaink napi szinten eljárnak. Hát, nem mondom azt, hogy dolgozni, tehát mintha a munka világába mennének be, majd hazamennek, elvégzik a feladatukat, majd hazamennek. A foglalkoztatónak az a funkciója, hogy szinten tartsa őket, fizikálisan, mentálisan. Mit csinálnak, milyen feladatot tudnak ott nekik adni? Kéz, a finom motorika megtartása, kézügyesség, rajzolás, vágás, gyöngyfűzés, tehát ami ahhoz kell, hogy ezek a kézmozdulatok, az ujjak használata, ez megmaradjon, vagy fejlődjön. ez egy vágyott szó a fejlődés. ők farsangra most például ez egy aktuális... Igen, készítenek? Tehát farsangi állarcokat? Vagy van. Dekorációkat? Dekorációt és jelmezeket is. És akkor ehhez ami kell. Varrás, szabás, festés, minden, ami kell. És az ellátottjainkat meg ugye bevonják. Itt mibe lehet, az bevonják. Segítenek, és így készülnek. Örömmel vesznek részt ők ezekben a munkákban? Mindenben. Van egy ilyen jó tulajdonságuk, hogy az ellátottaknak, hogy bármi esemény van, annak ő örül, és olyan szívből örül. Van önöknek egy nagyon szép tormaterme. A testi fejlődés, vagy a testi fizikai képességek szinten tartása, ez mennyire része? Nem tudom, hogy mindenkinek napi fél órát legalább valamilyen testi edzést kell csinálnia? Egyértelműen része az életüknek, de órarend szerint működik a foglalkoztatás. Tehát be vannak osztva, hogy ki, mikor, hol vesz részt. Ezt ugye tudják a házak, tehát hogy kirakják az órarendet. Igen, igen. És akkor ott tudják, hogy ki fog aznap, és hova menni. Nagyon kevés gyógypedagógusunk van. Ez itt már évek óta probléma, hogy nem jönnek hozzánk dolgozni gyógypedagógusok. Hát lehet, hogy a gyógypedagógián belül ez még egy sokkal nehezebb terület. Vagy lehet, hogy országosan is kevés a gyógypedagógusok száma. Én nem tudok most adatot mondani. Adatot én sem tudok mondani. Azt tudom, hogy nem tudjuk őket pedagógusként alkalmazni, és nem kapják meg a pedagógusi bért, ami a szociális területnek egy nagyon nehéz része így, főleg a fogyatékos ellátásban. Az orvosi ellátásuk az hogy van megoldva? Van egy házi orvosunk, aki hetente többször kijön, megnézi, megvizsgálja őket, és tehát van egy bizonyos időszaka, heti kétszer, amikor biztos, hogy itt van, és egyébként meg amikor szükséges jön. Tehát bármikor ő hívható, ő mozdítható, és a szakellátásra megkivisszük őket. Tehát a házi orvos utasítása szerint eljárunk, és akkor ahová kell.
fülészet, fogászat, bárhová visszük őket. Mi legelőször a Bukfenc nevű sportvetélkedőn találkoztunk, és ott is tapasztaltam, hogy az intézménynek nagyon sok hasonló református gondozó intézettel van kapcsolata. Élnek ezek a kapcsolatok? Vagy miért tartja fontosnak, hogy legyenek, hogy fennmaradjanak, esetleg tovább bővüljenek? Abszolút élnek ezek a kapcsolatok, és igen, meg is vannak. A barátkozás. Valaki olyannal találkozunk, aki nem a mindennapi életünk része, de mégis időnként van vele kapcsolatunk, találkozunk, beszélgetünk, esetleg közösen étkezünk, vagy hát játszunk, ugye a Bukfencnek ez a lényege. Igen, igen. A szórakozás. A sportjáték. A sportjáték, igen. És utána még itt szokott lenni egy kis mulatság. Mi a tapasztalata, hogy az intézmény és a város lakói közötti kapcsolat, az milyen? Én meg kell mondanom, hogy ugyan 20 évvel ezelőtt tudtam, hogy, és Füredék úgy hívták, hogy gyermekotthon, tudtam, hogy ott van a gyermekotthon, de igazából nem is néztem be soha a kapun, nem is érdeklődtem soha iránt. Tegyük föl, hogy általában a tiszafüredék is így vannak. Érdemes-e esetleg egy kicsit néha kinyitni ezt a kaput? Vagy annyira speciális az itt lakók élethelyzete, egészségi állapota, hogy jobb, hogyha ez egy zártabb intézmény marad? Nem véletlenül lett a kerintésbontó alapítványnak kerintésbontó neve. Nem kellenek a kerítések, csak bizonyos szintig. Nagyon szívesen várjuk a látogatókat, akik szeretnének velünk megismerkedni, iskolásokat. Mi nyitottak vagyunk erre, persze keretek között, nyilván abban az időben, amikor mi készek vagyunk bárkit fogadni. Ez nem évszakot jelent, hanem a napi beosztásunkat. Tehát, hogy a napi életünknek a... Tehát hát megvan egy ritmusa, persze, van, hogy mikor ritmus, mi a ez a szó, ezt a szót kerestem. A napi ritmusunkhoz képest fogadunk bárkit szeretettel, és hogy milyen a városnak a hozzánk állása, hát így a 4 hónapos tapasztalatom után nagyon sokan ismernek minket, mert hogy idén ünnepeljük a 80. születésnapunkat, hát 80 ez jó. Éves lesz, és hogy a 80 év alatt annyi munkatárs megfordult itt, hogy szerintem nincs is Füreden olyan ember, aki ne ismerne valakit, aki itt dolgozott. Vagy ne az saját család, vagy szomszéd, vagy rokon, vagy barát, de biztos hallott már olyanról, aki itt dolgozott. Illetve lehet még egy kapcsolat a református egyházközség és önök között. Így van. A református egyházközséggel jó kapcsolatunk van. Ők patronálják is a mi ellátottjainkat, mert hogy működik egy ilyen, tehát ez is a világ felé nyitás, hogy gyülekezeteket, hát nem megkeresünk, hanem kapcsolatot tartunk gyülekezetekkel, ahol a gyülekezeti tagok azt vállalják, hogy keresztszüleik vagy patronálóik lesznek egy-egy ellátottjainknak. És ez a kapcsolat karácsonyi adventi időszakban, ugye mi vendégül látjuk őket, most volt egy ilyen alkalmunk, vagy a anyák napján, akinek nincsenek szülei, nincs hozzátartozója, ahhoz a keresztszülője jön el. Vagy hát az is elég, hogyha havonta egyszer-kétszer telefonon beszélnek, ha éppen olyan az ellátott, akkor is érzi azt, hogy neki van egy olyan embere, aki őt szereti, anélkül, hogy kötelező lenne szeretnie. Mert ugye egy gondnoktól, vagy egy gondozótól, hát csúnya szó, hogy elvárjuk. De hogy mégis az egy olyan kapcsolat, ami szükséges. Hivatalos. Hivatalos. Nem nehéz is ezt megfogalmazni. Igen. Neki az a dolga, hogy jól bánjon az ellátottal. De egy ilyen külsős kapcsolat, aki egy lelkiismeretes néni, vagy legyen az egy fiatal, egy diák is, hogyha ő szíve ügyének érzi, hogy részt vegyen egy értelmi sérült embernek az életében, akkor
akkor jöhet hozzánk. De hogy ezek jó kapcsolatok, és van olyan, ami 12 éve működik. 12 éve a keresztmamája az egyik ellátottunknak. Azt meg tudja mondani, igazgatóasszony, hogy a gondozottak közül hánynak van saját családja, szülők vagy testvér, aki meglátogatja őket? Biztos, hogy van, tehát hogy nem mindenki család nélkül van itt, családi háttér nélkül, de annyira nem mentem én ebbe bele, hogy ezt megnézzem, vagy kiírjam a számokat, mert hogy nagyon sokszor, hát sajnos nem számít. Mert hogy hiába van a család, hogyha már nem ő a gondok, nem a hozzátartozó a gondok, vagy csak a bajunk van vele, hát ez most rossz kifejezés, hogy bajunk van vele, de hogy hiába hívjuk fel 5-10-szer, nem jön el meglátogatni, nem tartja a kapcsolatot. Hiába jön az ellátott, hogy szeretnék beszélni anyukámmal, ha anyuka nem elérhető, nem veszi fel a telefont, ha hívjuk. Tehát, hogy mi vagyunk a család, és akkor is szeretjük, és akkor is megadunk mindent, amit csak tudunk, hogyha bármilyen háttere van. Lehet egy szerető család is, tehát nyilván van a másik oldal is, aki jön, minden héten látogatja, ha csak tudja, hazaviszi, otthon van, tehát ez is van. De hogy a számok igazából... Nekem nem mondanak semmit. Nem mondanak semmit. Igen. Ez nagyon szép gondolat, amit mondod, hogy mi vagyunk a család. Ez így van. Akik minden nap ott vannak, mindig segítenek, amikor kell. Még befejezésről beszéljünk egy kicsit a jövőről. Ám bár a farsangot már említette, hogy ugye az is része lesz majd az intézmény működésének. Van-e olyan elképzelése, terve, esetleg jogszabályi változás, ami jelentős lehet az intézmény életében? Tervekről még nagyon nehéz most beszélni. Meglátásaim nyilván vannak így a 4 hónap után. Azt gondolom, hogy az előző vezetés alatt nagyon... Hát az alapok lelettek téve, az irány meg lett adva. Tehát nekem ilyen szempontból könnyű dolgom van, hogy folytatok valami olyat, ami elkezdődött, és jól kezdődött el. És tervezünk, mert mindig tervezünk, és az, hogy reformátusok vagyunk, ez azt is hozza, hogy változunk mindig, és változnunk is kell, hiszen akkor az összetétel az ellátottjaink körében is változik, alkalmazkodni kell, és hát igen, a törvényi változásokra is mindig oda kell figyelnünk, mindig követnünk kell a változásokat. Ami most biztos tervünk, az a 80. születésnap megünneplése idén. Mikor lesz? Még több hónapos előkészület van? Hát, több hónapos, igen. Igen. Nyár vége, ősz, ez az az időszak, amikor mi szeretnénk. Amikor viszont szeretnénk viszont látni azokat az embereket, akik itt a 80 év alatt megfordultak. Dolgozóként kapcsolatban voltak egy-egy ellátottunkkal. Ez jó lenne, hogyha így sikerülne, és eljönnének ezek az emberek hozzánk. Elérne hozzájuk a hír, meg tudnánk őket keresni, hiszen nagyon sok olyan munkatárs van, akikre mai napig emlékeznek az ellátottjaink. És hogy elmentek, élnek valahol, de hogy nem tartunk kapcsolatot úgy velük, hogy ők tudják, hogy ő még van, ő létezik, éli világát. És jó lenne ezeket a kapcsolatokat megkeresni és megtalálni most, hogy születésnapot ünnepelünk. Igazgatóasszony, köszönöm szépen a beszélgetést. Akkor készülődést, és gondolom találkozunk majd ezen a születésnapon. Köszönöm szépen én is.